Szóval így jött le ez a pillanat, amikor észrevettem, hogy nem hoztam magammal a mikrofont. Ja. Úgyhogy nincs is mit tenni. Amit a kezemben fogok, az Orphan Espresso Flatpack. Van hozzá egy korong. És ő pedig a szuper flexibilis dripperünk. Két oldala van. Az egyik egy lassú lefolyást, a másik pedig egy gyors lefolyást ígér. Gondolom ezt úgy éri el, hogy a rovátkák milyen százalékban tolják el a papírt a felületétől. Az összerakása borzasztóan egyszerű. Mint a mellékelt ábra mutatja, bele kell nyomni a kis korongunkba, és már örülünk is. Egyébként nagyon szép. Kifejezetten tetszik a dizájn, ami vízcseppre, de a formájából még akár falevélre is lehet asszociálni. Nekem nagyon tetszik. És így jött az a pont, amikor ráébredtem, lokációt kell, hogy váltsak. Wow! Ez pedig a dripper, ami három darabból áll. És itt látható, hogy ezeken a pontokon lehet összeilleszteni. Különösebb bonyodalmak nélkül össze kell pattintani a három darabot. Különösebb bonyodalmak nélkül. Igen. Ügyes. Meg is van, így néz ki, nagyon jó pofa, körülbelül 1 gram lehet a súlya. És akkor most szépen lokációt váltok. Az előbb már megvolt, igen. Ott lesz. A flatpackben az a bónusz, hogy nem kell magunkkal cipelni valami vágódeszkát, vagy egyéb merev felületet, mert úgy tűnik, hogy ezen a sziklás talajon a saját tárolója megfelelően stabil felületet biztosít arra, hogy a mérleg normálisan tudjon működni. Valószínűleg ti sokkal ügyesebbek vagytok, ami az eszközök kiválasztását illeti. Impulzus vásárlásként a helyi vasedény kereskedésben leütöttem ezt a csodálatos vízmelegítőt, és hát látjátok, hogy milyen klassz. De nagyon sokfajta ilyen kijöntő kancsó elérhető már, sőt egy teljes pitcher is sokkal, de sokkal-sokkal alkalmasabb lett volna a feladatra, de ez van. És igen, jól látjátok. Előre leőröltem a kávét, ugyanis nem csak arra voltam kíváncsi, hogy ezek az eszközök használhatóak-e, még az olyan bénák számára is, mint én, hanem hogy vihetünk-e magunkkal, és mi a megfelelő tárolási módszer arra, hogyha itthon előre leőrüljük. Igen, egy kicsit visszaveszünk abból a gázból, mert hogy. Szóval, elenyengedjük az örleményünket, elég stabilnak tűnik a dolog. Blooming után szépen, lassan, hát nem túl ügyesen, de hát végül is felöntöm vízzel. Az a lényeg a dolognak, hogy lényegesen finomabbra őröltem a kávét itthon, mint ahogy az itthoni szettemen készítettem volna, mivel úgy készültem, hogy
ezzel a fantasztikus kijöntővel nem fogom gyötörni magam, hogy normálisan felöntsem a kávét, úgyhogy a Blooming után egy. Hát végül is, ja, hát látjátok. Szakaszosan ráküldtem a 15 g őrleményre a 250 g vizet, egy kicsit agitálgatom, hogy nagyjából egyenletes legyen a kávéágy. Körülbelül ilyen 2 perc 50 másodperc és 3-20 között szépen lecsorog a kávénk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen eredménye lesz így, ilyen körülmények között. De még mielőtt véleményezném a kávét, akkor megmutatom a... hát igen, nem árt megfelelő edényt vagy poharat találni hozzá, mert hát, na mindegy, ez van. Szóval nem egy egykezes mutatvány, de szépen bele lehet illeszteni a papírunkat, és hogyha egy pici vizet löttyintünk bele, akkor ott is fog maradni, és akkor utána már a helyén tudjuk szépen ráönteni a vizet és átáztatni a papírt. Nagyon furcsa a formája, ugye ez egy, hát nem kónikus. Mi ez? Ez egy háromszög alapú gúla. Ugye? Na mindegy. Nagyon szokatlan a formája, ezért gondolhatnátok, hogy egyáltalán nem lesz belőle semmi. Én ezt már szállodai körülmények között is kipróbáltam, és nagyon jól tette a dolgát. És akkor ugyanúgy a 15 g őrleményünk előre leőrölt kávénk belekerül a dripperbe. Egy kis elegyengetés után a csodálatos kiöntőmmel megpróbálom normálisan és a megfelelő mennyiségű vízzel blúmoltatni. Itt már nem is zsibbasztom magamat azzal, hogy körkörösen öntsem. Egy kis agitációval elérem, hogy mindenhova oda jusson az a víz, rendesen átázzon a kávéágy, és az előző taktikát követve, bár ebbe nem fér be egyszerre a 250 g víz, ahogy kérte, úgy kapta. A vízhőmérsékletéről szintén semmit nem tudok, hiszen kempingezni vagyunk, úgyhogy csak a szükséges eszközök vannak nálam, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy el tudja készíteni egy akármilyen kávét. A taktika az az, hogy forrásig melegítjük a vizet, majd forrás után várunk pár másodpercet, és használjuk. A lefolyási idő itt is körülbelül ez a 3-3,5 perc. Iható. A körülményekhez képest egész jó kávét kell, hogy kapjunk. Rá. Egy kis forró vizet a combomra. Nagyon jól esik. Végül is helyen közel. Egészen meglepő. Mert hogy nem rossz. A kávé, amit elkészítettem, az a kaszinómok által pörkölt Rekó. Ami egy kivehezetten kellemes mosott etióp kávé. És hát igen. Nem rossz. Tényleg. Nem kamu. A videó végén azt láthatjátok, ahogy a dripekkel készült kávét jellemeztem. A flatpackkel készült kávénál ott én voltam a ludas. Egy kicsit megszaladt a blooming, és szerintem ezért volt vízesebb egy picit a kávé. De érdekes módon, valószínűleg a vízhőfok miatt nem volt aluloldott, csak nem jöttek úgy ki az ízek, mint ahogy a dripeknél. Ez szerintem egyáltalán nem egy levonható konzekvencia. Mind a két eszköz nagyon jó. Hát itt gramokban mérhető a súly, hogyha választanom kéne, akkor nem tudnék választani. Ő nagyon tetszik, mert nagyon apró. Ő pedig nagyon tetszik, mert szerintem nagyon szép. Szóval, hogyha eddig úgy gondoltad, hogy túrázáshoz nincsen megfelelő súlyú, méretű eszközöd, akkor most lehet
A dripeket azt nem tudom, hogy honnan tudjátok megrendelni, mert azt ajándékba kaptam, de majd be fogok linkelni valamit. Viszont a flatpacket pedig a kávékalmától tudjátok beszerezni. A sziklákon láthatatok egy Aeropress-t megbújni, hát ez majd egy másik videóban jön. Sziasztok! Kabocák.